Sziasztok! Én Antal Balázs vagyok, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársa, és kolléganőmmel Cservenka Judittal Ádám településen, Somogy megyében vagyunk, egy nem túl régi akácos mellett, és az egyik koratavasszal elsőként nyíló virágunkat, a tarkasáfrányt keressük. Találtunk is egy szép kis állományt, amit most szeretnénk nektek megmutatni. Íme, Judit, téged pedig arra kérlek, hogy mesélj nekünk egy kicsit erről a gyönyörű szép növényről. Ez az aprócska kis virága, tarkasáfrány. Halványlila virágai vannak, a szirmok külső részén láthatjátok ezeket a sötét lila csíkokat. Ez az ismertetőjel. Egy-két olyan példányt is találtunk, amelyek fehér virágúak. Ezekből a színanyag hiányzik. A sáfrányfajok Magyarországon védettek. Ezek a tarkasáfrány állományok azért fontosak számunkra, mert a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén nagyon kicsi, fragmentált, elszigetelt állományai élnek. Ahogy Balázs is mondta, Ádánt térségében, illetve Siófoknál. Magyarországon az összes sáfrányfajunk védett, természetvédelmi értéke 10 000 forint, az előfordulás súlypontja a Kiskunságban van. Várjál, azt mondtad nekem, hogy védett, viszont nekem otthon a kertben van mindenféle sáfrányom. Akkor ezek szerint nálam védett virágok vannak? Valószínűleg a te kertedben kertészeti változatok vannak. Remélhetőleg nem természetből származó védett fajok, úgyhogy emiatt nem, illetőleg a beszerzési forrás nehezen is lenne beazonosítható. Ettől függetlenül nagyon szépen szeretnénk kérni mindenkit, hogy természetből védett növényt ne gyűjtsön. Judit, nekem nagyon tetszik ez a sáfrány, és köszönöm szépen, hogy ma elhoztál ide, és megmutattad ezt nekem. Nektek is köszönjük, hogy végignéztétek a videónkat, hogyha tetszett, akkor lájkoljatok, és igyekszünk legközelebb is hasonlóan érdekes és szép fajokat bemutatni nektek. Sziasztok!